Sértetlen római kori üvegpohár a negyedik századból. Ezt találták az egyik sírban Pécsen, amit most tártak fel a régészek. A hozzátartozó üvegkupa, mint látható, két darabra tört. De ezeken kívül fibulákat és még egy pénzérmét is találtak a szakemberek, mutatja a Janusz Pannonius Múzeum munkatársa. A Felső Malom utcában egy mélygarázs építésekor kerültek elő ezek a sírok. Hét darabot tártunk fel összesen, ebből öt az ilyen szimpla egyszerű földsír volt, kettő pedig épített Téglasír, amik nagyon érdekesek, mert nem igazán ritkák, viszont Pécset ismertünk már ilyeneket, de itt ennyire ezen a keleti területén a városnak még nem tártunk föl ilyen téglasírokat. Azért különlegesek ezek, mert az ókori Szopjánne városfalától, ami a mai Citromóca környékén volt, viszonylag messze kerültek kialakításra, mondja a régész. Így valószínűleg egy falu temetője lehetett a most feltárt terület. Negyedik századiak a leletek ez a bronz pénzérméből is beazonosítható. Szokatlan leleteknek tűnnek az üvegtárgyak a kívülállóknak, de a rómaiak valójában magas fokon művelték az üvegi part, mondja a szakember magas minőségű üvegtárgyaik vannak. Ez egy tömeg áru egyébként, azt nem mondom, hogy mindenki számára elérhető volt, de nagyon sokat ismerünk. Már korábbi pécsi temetőkből is elég sok került elő, úgyhogy nagyon örülünk attól még, hogy ezek előkerültek, mert gyönyörű darab mind a kettő, a két egész tárgy, az üvegpohár és az üvegkorsó, de ezek nem szokatlan leletei egyáltalán ilyen késő római is Különleges, hogy a nagyobb hagymafejes fibula teljes egészében megmaradt. Nem hiányzik a sem, amit a ruhába szúrtak, hogy a vánlaknál megtartsa az öltözetet. Ha a megtalált tárgyak most a restaurátorokhoz kerülnek, majd a Janus Pannonius múzeum gyűjteményét fogják gyarapítani tisztítás után.